Köszöntöm Önöket a Hír FM Salgó-Tarini frekvenciáján, a szerkesztő műsorvezető Angyal Eszter vagyok. Másfél hónappal ezelőtt, október 25-én hivatalosan is elindult a fűtési szezon, jelenleg pedig már javában benne vagyunk abban az időszakban, amikor bizony szükség is van rá ténylegesen, hogy befűtsünk otthon a fűtőberendezéseinkben. Ez az időszak pedig sajnos kedvez ezzel együtt a lakástüzek, illetve a szénmonoxid mérgezések számának a megnövekedésének is, a kéménytüzekről nem is beszélve, úgyhogy annak érdekében, hogy megelőzzük ezeket. Stúdiónk mai vendége Kapás Márton, tűzoltó főhadnagy, a salgóutáni székhelyű Nógrádvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy tényleg mit tehetünk azért, hogy megelőzzük a bajt, hogy minél kevesebb szerkeljen a tűzoltókat riasztani ilyen-olyan káresetekhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Hát Márton, az első kérdés akkor az lenne, hogy a kéményseprés kapcsán ugye beszélgettünk bő egy hónappal ezelőtt, másfél hónappal ezelőtt Sariga Istvánnal, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kéményseprőipari tevékenységet ellátó szervezete, a gazdasági ellátók központ alá tartozó Nógrádvár megyei ellátási csoport vezetőjével és önnel ugye a kéményseprés témakörében. Akkor egy igen tartalmas félórás beszélgetés zajlott ugye erről, elég részletekbe belementünk. Mi az, ami a legfontosabb ezekből? Mi az, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogyha a kéményseprésről beszélünk? Legutóbb, amikor beszélgettünk szeptemberben, arra hívtam fel a figyelmet, ugye akkor még elég jó idő volt, még bőven tombolt az indián nyár, hogy mielőtt beköszöntene a fűtési szezon, és valóban ide érkeznének a nagy hidegek, befűtenénk otthon, azelőtt érdemes elintézni a kémények karbantartását, érdemes időpontot foglalni a kéményseprőknél. Hát most már ugye az október 15-e mögöttünk van, és javában benne vagyunk a fűtési szezonban, szerintem nagyjából mindenhol befűtöttek, de ilyenkor sem késő még intézkedni, és ilyenkor is elvégzik a kémény átvizsgálását, illetve szükség szerint a tisztítását is a kéményseprő szakemberek. Annyi talán a különbség, hogy ilyenkor egy kicsit leterheltebbek, lehet, hogy nagyobb átfutása lesz, tovább fog ezt tartani, hogy ki tudnak menni, és elvégzik a tényleges munkát a kéményseprők. Ilyenkor ősszel, de télen is elvégzik. Arra érdemes odafigyelni ilyenkor, hogy aznap már, amikor a időpontot foglaltunk, aznap már ne fűtsünk be, hogy ne forró környezetben kelljen dolgozniuk. Egyébként 2018. január 1-től nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz a kéményseprők, azóta kell időpontot foglalni. Szerencsére a kémény ellenőrzése, átvizsgálása és a tisztítása is ingyenes magánszemélyek számára, úgyhogy érdemes élni az ingyenes kéményseprés lehetőségével. Időpontot bárki foglalhat online, az interneten, a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon, vagy hogyha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, akkor megteheti ezt a 1818-as telefonszámon is. Társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan ki fognak menni a kéményseprők, ezt előre jelezni fogják a lakóknak, mindössze arra kell odafigyelni, hogy valaki legyen otthon a megjelölt időpontban, hogy be tudja engedni a kéményseprőket a lakásba. Igazából a kémények tisztítása csak a tulajdonos felelősség tudatán múlik, nem kötelező, de nagyon célszerű. Ellenben, hogyha az ember új kéményt szeretne telepíteni, illetve kialakítatni, vagy a régit akarja javítatni, felújítani, akkor mindenképpen szükséges, hogy helyszíni műszaki vizsgálaton egy kéményseprő szakember személyesen is felülvizsgálja ezt, és engedélyezze. Ez nem csak egy hagyományos értelembe vett kéménynél fontos, hanem akár egy egyszerű vaskálha falból kivezetett fémcsövénél is ugyanez a helyzet. Nos, a kéményseprés fontosságáról egy kis statisztikai adattal is készültem. Itt nálunk Nógrádvár megyében a lakástüzek 34%-a keletkezett a kéményben. Tűzoltókat eddig az első 9 hónapban, az első 3/4 évben, 2023-ban vármegyénkben 42 ilyen esethez riasztották, ebből 33 tűzeset a Salgó-Tarjáni katasztrófavédelmi kirendeltség illetékességi területén történt. Fontos odafigyelni erre, igazából miért és mi is történik olyankor, ha nem történik meg ez a karbantartás, arra is érdemes felhívni szerintem a figyelmet. Igazából, ha nem történik meg, fűtés során különböző égéstermékek rakódnak le, korom, kátrány rakódik le az égéstermék elvezető belső falán. Ez a korom és a kátrány a fűtés során felszabaduló hő hatására beízzik, és akár meg is gyulladhat.
Ez önmagában még nem hangzik veszélyesnek, hát hagy égjen ott bent a kéményben, csak hogy ez elég gyakran átterjed a ház tetőszerkezetére, és akár az egész épület, az egész ház is a lángok martalékává válhat. Problémát jelenthet még a kéményekre visszatérve, az is, amikor nem csak azokban lerakódott égéstermék, hanem az is, amikor a régi téglák között rések alakulnak ki, és így a hő ott távozik, nem a kémény kivezető nyílásán, hanem ezeken a réseken, és így akár a tetőgerendák is könnyedén begyulladhatnak. Sőt, hát hallottunk olyan példát is, ugye, hogy régi kémény keresztül szállta a tetőgerenda. Így van, vannak ilyen rémisztő példák, annak idején személyesen, és láttam, ilyet van ilyen, főleg a régi építésű házaknál, hogy átvezették a kéményen a tetőgerendát, szerintem ezt nem kell túlmagyarázni, hogy miért rendkívül tűzveszélyes. A kémények mellett, ami nagyon fontos még, hogy nem csak azokat, hanem a tüzelő, illetve fűtőberendezéseket is rendszeresen átvizsgáltassuk szakemberrel, illetve ezeknek is a karbantartása megtörténjen. És itt is nem csak, hogy a teljesítménye romlik mondjuk egy kazánnak, hogyha ez nincs felülvizsgálva, hanem úgy szintén komolyabb problémákat jelenthet ez a dolog. És egyébként mivel érdemes fűteni? Ugye szokták mondani, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem célszerű bedobálni a tüzelőberendezésbe. Így van, pontosan. Nagyon fontos, hogy csak a fűtésre alkalmas tüzelőanyaggal érdemes fűtenünk. Például háztartási hulladék az abszolút a legjobb, hogyha el is felejtjük, de igaz ez akár a lakkozott, festett, kezelt fára, gondolok itt akár felaprított ajtólap, ablakkeret, ilyesmi egyáltalán nem szabad. De igaz ez rongyok, ruhákra, bármilyen háztartási hulladékra kifejezetten tilos ezekkel fűteni. Fontos tudni, hogy nem csak azért nem érdemes szeméttel fűtenünk, mert veszélyes gázok szabadulnak fel, akár rákkeltő, illetve mérgező anyagok is felszabadulhatnak, ami ugye a házlakóira nem kell túlmagyarázni, hogy elég rossz hatással van, hanem ahogy említettem már, a füstelvezetőben lerakódhat korom és kátrány. Ez, hogyha nem az ajánlott tüzelővel, ami szilárd tüzelésnél többnyire száraz, kezeletlen faanyag, illetve begyújtósként papír, hogyha mással tüzelünk, sokkal nagyobb mennyiségű korom és kátrány rakódik le. Ez azért is lehet veszélyes, mert ilyenkor leszűkül a belső keresztmetszete a kéménynek, és könnyebben visszaáramlik a füst, illetve segíti a szénmonoxid kialakulását is. Ha valaki két hétig háztartási hulladékkal fűt, akkor annyi korom és kátrány rakódik le, mint hogyha normál fűtőanyag használata mellett mondjuk egy komplett fűtési szezon alatt lerakódna. Úgyhogy egyáltalán nem érdemes, de a baj megelőzhető, hogyha olyan fűtőanyagot használunk, amit a gyártó is előír a fűtőberendezésünknél, ahogy említettem, és ez kezeletten száraz faanyag. Igen, Saliga István is, amikor vele voltak itt, akkor is szó volt róla, hogy még a nyers fa sem jó, a frissen kivágott fa, annak is időt kell adni. Így van, nedves fával sem érdemes tüzelni. Ugye itt is sokkal nagyobb mennyiségű korom rakódhat le a kéményben, ami ugye a kéménytüzek valószínűségét is növeli, illetve ez a nagy mennyiségű nedvesség a víz kicsapódik, lecsapódik a kémény belső felületén, és ez bár elsősorban nem a baleset veszély miatt fontos, de a kéményben lévő korommal, illetve kátrányos anyaggal együtt beleívódhat a ház falába, és csúnya, ilyen barnás elszíneződést okozhat akár a falakon, ezért is érdemes előzni a nedves fával való fűtést. De például fontos arra is odafigyelnünk, hogy a fűtőberendezés mellett ne hagyjunk tüzelőanyagot. Ez ugyanúgy igaz mondjuk a tűzifára, mint mondjuk olajkályha esetén a fűtőolajra. Itt elég akár egy kipattanó szikra is, és azonnal tűz keletkezhet. És mennyire gyakoriak egyébként maguk a lakástüzek itt a térségünkben? Sajnos meglehetősen gyakoriak, megint csak az első háromnegyed év adatait tudnám behozni ide. 2023 első háromnegyed évében 118 lakás tűz keletkezett Nógrád vármegyéből, ebből 12 alkalommal Salgó-Tarjánban csaptak fel a lángok. Ugye ezeknek a tüzeknek a kialakulásának az oka nem csak a kémény lehet, amiről ugye eddig beszélgettünk, 99%-ban egyébként valamilyen emberi tevékenységre vezethetők ezek vissza. Ez lehet akár az elektromos rendszer hibája, a tüzelő fűtőberendezés meghibásodása, de ugyanígy lehet mondjuk a főzés vagy a dohányzás. Egyébként, hogyha tudatosak vagyunk és odafigyelünk, ezeknek a tűzeseteknek a jelentős része megelőzhető.
talán a legfontosabb dolog, amit tehetünk, az, hogyha beszerzünk otthonra egy füstérzékelőt. Általában a tragédiával végződő tűzeseteknél nem is maga a hőhatás, nem az égési sérülés vezet a tragédiához, hanem a felszabaduló füst belégzése. Ennek a megelőzésére egy ilyen pár ezer forintos készülék, egy füstérzékelő szerintem abszolút megfelelő, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy beszerezzenek egy ilyet, ugyanis ez a komolyabb tűzesetek megelőzhetők. Ezek az eszközök 85 decibellel sípolnak, erre akár még egy alvó ember is felébred, és így még a tűz kezdeti időszakában megelőzhető. Akár magunk is eloldhatjuk, de mindenképpen korábban tudjuk hívni a tűzoltókat, korábban tudok nekik jelezni, és így több értéket megmenthetnek. És mi a véleménye a porral oltó készülékekről? Ebből is érdemes a háztartásban beszerezni egyet? Így van, mindenképpen érdemes valamilyen tűzoltó készüléket beszerezni. A kezdeti kisebb tüzek eloltására egyébként egy 2 kilós porral oltó vagy egy 2 literes habbal oltó készülék tökéletesen megfelelő. De akár kicsi gyerekeknek vagy idősebbeknek, akik még akár ezt a pár kilós súlyt sem tudják felemelni, egy tűzoltó spré is megfelel. Érdemes egyébként erre odafigyelni, hogy csak addig próbálkozunk egyébként a tüzek eloltásával, azzal, hogy magunk megpróbáljuk eloltani, amíg úgy érezzük, hogy ránk ez nem jelent veszélyt. Amint úgy érezzük, hogy ebből komolyabb probléma is lehet, inkább ne kockáztassunk, hagyjuk el minél gyorsabban az épületet, és tárcsázzuk a 112-es segélyhívószámot, és kérjünk segítséget a tűzoltóktól. A fűtési szezon mondhatjuk, hogy kéz a kézben jár a szénmonoxid mérgezések esetszámának az úgymond megnövekedésével is. Mi itt a tapasztalat? Itt megint csak a statisztikához nyúlnék. Eddig az első 9 hónapban 21-szer riasztották vármegyénk tűzoltóit szénmonoxiddal összefüggő esetekhez. Ez 17, azaz 45%-kal hál' Istennek kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Viszont ebből 5 eset, majdnem az esetek negyede itt Salgótarjánban történt. A szénmonoxidról azt kell tudni, hogy mikor is keletkezik ez. Ez egyrészt akár a fűtő, illetve a tüzelőberendezés karbantartatlansága, illetve meghibásodása esetén is létrejöhet, illetve hogyha egy nyílt égésterű tüzelőberendezésnél vagy vízmelegítőnél nem áll rendelkezésre megfelelő levegő, illetve megfelelő mennyiségű oxigén ehhez az égéshez. Szénmonoxidról egyébként azt kell tudni, azért rendkívül veszélyes, mert az emberi érzékszervekkel nem veszük észre, hogy jelen van. Ez egy szintelen, szaktalan, de rendkívül mérgező gáz. Belélegezve gátolja a véroxigén szállító képességét ez a gáz, viszonylag gyorsan ájulást és halált okozhat. Egyébként azért is mondhatni trükkös gyilkos ez, mert a mérgezés kezdeti tüneteit viszont nem veszük észre. Nagyon általánosak, ez lehet szédülés, fejfájás, enyhe émelygés, fáradtság érzet. Ezt nagyon könnyen összekeverhetjük egy komolyabb megfázásra, vagy akár egy influenzával is, és hogyha viszont már feldúsul és nagyobb mennyiségben van jelen, akkor viszont már jön az ájulás, és egy idő után beáll a halál is. Akkor már nem tudunk menekülni. Éppen ezért itt is ugye a megelőzés lenne a legfontosabb. A megelőzésért egyébként azzal tehetünk a legtöbbet, hogyha egy szénmonoxid érzékelőt beszerzünk otthonra. És hol tudunk ilyet, illetve miért érdemes beszerezni, inkább így kérdezem? Mindenképp műszaki cikkeket forgalmazó boltban érdemes ezt beszerezni. A legjobb, hogyha egy olyan eszközt szerzünk, aminek van magyar nyelvű használati utasítása is, de pontos útmutatást is kaphatunk. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtalálhatjuk a pozitív és a negatív listáját is ezeknek a készülékeknek. A pozitív listán azok a készülékek szerepelnek, amelyeknek a használata biztonságos, a negatív listán értelemszerűen azoknak a készülékeknek, amiket nem érdemes otthonra beszerezni. Egyébként ezt a listát nem csak akkor érdemes átnézni, mielőtt gondolkozunk egy ilyen készülék beszerzésén, hanem esetleg, ha már van otthon felszerelve ilyen készülékünk, akkor is érdemes megnézni, és hogyha a negatív listán találjuk meg a saját készülékünket, akkor azt le kell cserélni, ugyanis hamis biztonságérzetet ad. Ha a pozitív listán találjuk meg az érzékelőnket, akkor is érdemes átvizsgálnunk, ugyanis ezeknek az érzékelőknek is van egy úgynevezett szavatosság ideje, pár év után érdemes lecserélni őket. Valamint érdemes megnézni azt is, hogy az elem lemerült-e bennük, ugyanis lemerült elemmel már nem ad jelzést, vagy éppen, hogy fals jelzést ad a készülékünk. Ha a készülék, mint a füstérzékelő, ez is hangérzéssel riaszt, hogyha meghalljuk ezt a jelzést, azonnal hagyjuk el a lakást, minél gyorsabban, esetleg gyorsan szellőztessük át, nyissuk ki előtte az ablakokat, de minél gyorsabban menjünk ki onnan.
Maga a szénmonoxid egyébként, bár maga az adás ugye a fűtési szezonra épül, illetve annak kapcsán látogattam most el, de nem csak a fűtési szezonban jelent problémát, hanem azon kívül is érdemes rá odafigyelni, úgyhogy ne lankadjon azután se a figyelmünk. Ugye aki nyílt égésterű vízmelegítővel állítja elő otthon a melegvizet, annak akár nyáron is problémát jelenthet ez a gáz. Úgyhogy legyen az év minden napján készenlétben ez a szénmonoxid érzékelőnk. És ha ne adj Isten baj van, akkor hívjuk a tűzoltókat, nem szabad ezzel sem késlekedni. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos tanácsot. Köszönöm szépen a meghívást. A folytatásban már Angyal Tiborral, a Salgótarjani Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjével beszélgetek. Tibi, ugye 33 éve szereltél fel tűzoltónak, ebből 22 éven át vonultál is, tehát ez azt jelenti, hogy aktívan részese voltál számos tűzesetnek is, és folytatva az előző, a lakástüzek megelőzésének, vagy a lakástüzekről való beszélgetésnek a fonalát, azt szeretném kérdezni, hogy te, aki hosszú éveken át irányítói szerepet töltöttél be a tűzoltások során, a lakástüzek oltása során, mik a legfontosabb tapasztalataid ezzel kapcsolatban? Ahogy mondtad is, 22 évig vonultam, ebből 16 éven keresztül szolgálatparancsnok voltam itt a Salgótarjani Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál. Számtalan lakástűzünk volt, hát különbséget kell tenni, hogy milyen lakásokról beszélünk. Egy családi házról beszélünk, vagy esetleg itt a városban rengeteg középmagas lakóépület van, nem mindegy ugye, hogy mekkora ez a épület, hogy egyszintes, többszintes, hány lakás van, mekkora lakások vannak, illetve az is nagyon fontos, hogy az adott lakásban milyen tüzelő-fűtőberendezést használnak, van-e vezetékes gáz, mint további tűzveszélyes forrás, ugye robbanásveszély, vagy egy családi háznál egybe van-e építve garázsal, ahol gépjárművet, esetleg üzemanyagot is tárolnak kannában, ez megint csak egy veszélyforrás jelen nekünk kint tűzoltás során. Mert a hőhatás következtében, meg a tűz következtében akár föl is hasadhat maga a gázpalack is, vagy a üzemanyagkanna is úgy megdagad a felhevülő üzemanyag nyomása miatt, hogy felrobban, és akkor utána ebből keletkezik egy nagyobb tűz. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok ilyen szempontból, hogy mit és mennyit, hogyan tárolunk a lakásban. Ha maradunk az egyszerűbb esetnél, ugye vidéken vagyunk a családi házaknál, itt is a megközelítés nagyon fontos, hogy az épülethez megfelelően oda tudjunk menni. Ez elsősorban ugye itt a szűk utakat jelenti elsődleges probléma, hogy ott nem megfelelően parkolnak a állampolgárok, esetleg elállják az utat. A tűzoltók elég nagyméretű autók, kell nekik helyigény, hogy elférjenek, és sokszor volt már ebből problémánk, hogy nem tudtunk kellő távolságon belőre menni a lakóépülethez. Ilyenkor ez megnöveli a beavatkozási időt, messzebbről kell hosszabb alapvezetéket szerelni, ez mind-mind idő. És egy tűzoltás során az időtényező az egyik legfontosabb tényező. Ugye elsődleges feladatunk az életmentés, és pillanatok alatt nagy bajba lehet kerülni egy lakástűz során. Ugye arról már korábban beszéltetek kollégámmal, hogy mennyire fontos a füstérzékelő egy tűzeset során, hogy ugye gyorsan kezdeti tűzképződést már jelzi, amikor füst keletkezik és összegyűlik a mennyezeten. És hogyha van ilyen, akkor annak a riasztására a lakók ki tudnak jönni a lakásból. De ha nincs akkor, és általában a legnagyobb problémák, hogyha éjszaka keletkezik valamilyen tűz, ahol alszunk, ugye? Mindenki nem olyan éber, álomban van, van akinek szerencséje van, és esetleg rá tud arra ébredni, hogy valami elkezdi kaparni a torkát, folytogatja és köhög, és akkor észreveszi, hogy felébred, hogy tűz van. De sajnos számtalan eset is van, amikor nem ébred már fel az ember, hanem álmában fullad meg a füsttől, és utána pedig a tűz akár még károsíthatja is a testét a személynek, hogy megég. Ezt, mint beszéltünk róla, a füstérzékelő egyszer tudja biztosítani, hogy ilyen ne következzen be. Illetve az adott lakás tulajdonosa, használója, ott élőknek a mentalitásától, felkészültségétől is függ. Egy kisebb tüzet, például konyhában nagyon gyakran előfordul, hogy az étel ott felejtődik a tűzhelyen, és meggyullad. Ilyenkor a legegyszerűbb, leghatásosabb megoldás, hogy a fazékra vagy a lábasra rátesszük a fedőt. Ezáltal megakadályozzuk, hogy további oxigénhez jusson a tűz, magától el fog aludni. De nagyon gyakran elkövetik azt a hibát, hogy ott van ugye a tűzhely mellett a mosogató, akkor gyorsan egy bögrébe vizet enged, és azzal leönti az égő ételt. Ha olajban próbált valamit sütni az állampolgár, és az olaj gyullad meg, hát ezzel elég nagy problémát fog okozni, mert akkor egy kivetődés fog keletkezni. A
ráöntött víz pillanatok alatt el fog párologni, gőz lesz belőle, és a gőz az szétnyomja az égő olajat, ki fog gyulladni az egész konyha ez miatt. Úgyhogy nem szabad vizet locsolni az égő olajra, ételre, le kell fedni fedővel. Vagy ha az nincs, akkor egy törlőruha megint csak mindig ott van általában a tűzhely közelében, azt benedvesíteni, kicsavarni, és akkor azzal leborítani. Vagy nagyon jó megoldás, nekem is van otthon tűzoltó készülék, ezekkel egy kisebb tüzet el lehet oltani. Ha megpróbáljuk a tüzet eloltani, az a lényeg, hogy magunkra veszélyt ne okozzunk. Ehhez nagyon fontos az, hogy mi ég. Ha például valamilyen elektromos berendezés gyullad meg, akkor nagyon fontos, hogy előtte áramtalanítsuk a lakást. Kivétel, hogyha van esetleg olyan tűzoltó készülékünk, ami alkalmas ugye az elektromos áram jelenlétében történő tűzoltásra, ez a tűzoltó készülékeken egy E-betűvel van jelölve. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy amennyiben úgy érezzük, hogy erre mi alkalmatlanok vagyunk, hogy eloltsunk egy kisebb tüzet, akkor pedig a legfontosabb, hogy jöjjünk ki a lakásból minél hamarabb, és akkor kérjünk segítséget. Ez ugye a 112-es segélyhívó meg lehet tenni, de ha a szomszédok is vannak egy emeletes háznál, akkor az is nagyon fontos, hogy a szomszédokat is értesítsük arról, hogy egy tűzeset keletkezett, és akkor mindenki próbálja meg elhagyni az épületet. De maradjunk még mindig a családi háznál. Itt is az a fontos, hogy jöjjön ki a lakásból, ha kijött, akkor végezze el az áramtalanítást, illetve hogyha vezetékes gáz van, akkor zárja el a gázcsapot is kint az épületen kívül, hogy ezzel megakadályozza a következő nagyobb tűz keletkezését, hogy még nagyobb tűz legyen belőle. És utána pedig a tűzoltókat várja, ha kell, akkor adjon megfelelő útbaigazítást, hogy hogyan lehet megközelíteni. Ez a főbutak mellett nem probléma, de például, ha itt a környéket ismerve kint a Somlyón, vagy Ereszvényben, ahol vikkentelkek vannak, és azért ott is tartózkodnak kint rendszeresen emberek, azért ott sokkal nehezebb megközelíteni ezeket a helyszíneket. Ott nagyon sokat segít, ha valakit el tudunk küldeni a főútra, hogy na, akkor a tűzoltóknak itt kell bejönni, és akkor meg tudja mutatni a pontos útvonalat, hogy merre felé lehet oda menni az ingatlanhoz. Ennyit így nagyjából a családi házas eseményekről. Ja, és persze az, hogy az épületen belül, a lakáson belül mi mennyi éghető anyag található, az szintén meghatározza, hogy mekkora tűz keletkezhet. Egy régebbi építésű építménynél, ugye itt még a múlt század elejé bányakolónia épületek. Ezek mind fatetőszerkezet, fagrendások, kémények vannak, nem biztos, hogy már olyan állapotban vannak a kémények, hogy azok megfelelően vannak tömítődve. Általában ezeknél előfordul az, hogy amikor van a téli nagy hideg, nagy befűtés van, ugye magas hőmérsékletet kell, folyamatosan fűtünk a kályhában vagy kazánban, és akkor utána a kémény mellett a gerendák fognak beizzani, meggyulladni, és hogyha az is megjön, ott meg kell bontani a födémet, elég nehéz tűzoltói beavatkozást jelent ez ilyen szempontból. Illetve, hogy mit tárolunk, mennyi könyv, újság, ruhanemű, stb. Egyéb van a lakásban elhelyezve. Minél kevesebb éghető anyag van, annál kisebb intenzitású tűz fog keletkezni. Minél nagyobb, zsúfoltabb, olyan dolgok is vannak, amit már régen ki lehetett volna dobni, de ragaszkodik hozzá az ember. Tehát kacatok. Kacatok, igen. Maradjunk igen ennél a szóval, nem akarok senkit megsérteni. Igen, ha vannak kacatok, azok utána már mint veszélyforrás jelentkeznek egy tűzeset kapcsán. Aztán a másik ugye az emeletes lakóépület tüzek. Hát itt sokkal nagyobb probléma az, hogyha van egy lakásban tűz, hogy az biztos, hogy fogja veszélyeztetni a fölötte lévő lakásokat, illetve mellette és az alatta lévő lakásokat is. Mert a tűzterjedés mechanikája az ugye a hő fölfelé terjed legjobban, leggyorsabban, ezért általában, hogyha egy emeletes lakóépület tüzéről beszélünk, ott mindig a égő lakás fölötti lakás van elsősorban legveszélyeztetettebb, illetve az égő lakás mellettiek, majd legutolsóként jön az alatta lévő lakás, ami veszélyként kezelendő, és ezeket ugye nekünk egy tűzeset során át kell vizsgálni, hogy nem-e terjedt esetleg oda át a tűz. Szóval, hogyha egy ilyen emeletes épületben keletkezik a tűz, akkor itt ugyanaz elmondható, mint a családi házaknál is mondtam, hogy egy kisebb tüzet meg lehet próbálni eloltani, de hogyha nem érezzük magunkat erre alkalmasnak, akkor mindenféleképp el kell hagyni a lakást, ki kell jönni. Ne zárjuk be a lakást, hagyjuk nyitva, hogy majd a tűzoltók be tudjanak menni. Nagyon fontos az is, hogy majd minden emeletes épületnél most már ugye kapuzár van,
mi azoknak a kódjait nem tudjuk. Ezért nagyon fontos az is, hogyha majd várják, hogy menjen a tűzoltó egység és segítsen ott a beavatkozásban elolták. Ez akár egy tűzeset, de egy műszaki mentés is lehet, hogy valaki rosszul érzi magát, és ezért kérnek segítséget, akkor részünk az a kérés, hogy a kapu bejáratot azt nyissák ki, legyen ott valaki, aki már várja a tűzoltókat, és nyitva van a bejárat, hogy ezzel sem kelljen időt eltölteni, mert ha kell, akkor károkozással is be tudunk menni egy épületbe, de fölöslegesen károkat nem szeretnénk okozni, ezzel megkönnyítik a mi munkánkat is. És mint mondtam már korábban, ilyenkor kijövünk a lakásból, értesítsük a szomszédokat. Értesítsük, ha van ugye házmester, aki ott lakik, közös képviselő, szóljunk neki, és akkor ugyanúgy el kell végezni egy emeletes épületnél is az áramtalanítást, ugyanúgy, ha vezetékes gáz van kialakítva, akkor annak a központi elzáróját el kell zárni. Ezek mind-mind nagyon fontos dolgok. És még bocsánat, hogy a szavadba vágok, ami még nagyon fontos, talán lépcsőházak esetében, az a tűzoltósági felvonulási terület, hogy oda ne parkoljanak illetéktelenek. Ugye ezt nem győzitek hangsúlyozni mindig. Igen. Hogy itt azért vannak kijelölve, ahol vannak ilyen tűzoltási felvonulási területek, hogyha történik valami esemény, akkor oda a tűzoltók rögtön le tudjanak állni, illetve hogyha nincs ilyen, akkor pedig mindig úgy parkoljunk le az úton, hogy gondoljunk arra, hogy ott el kell férnie egy tűzoltó gépjármű fecskendőnek, egy teherautó méretet gondoljunk el, aminek el kell férni az úton, és szükség szerint ugye ott, ha megáll a tűzoltó autó, annak ki kell nyitni az ajtait, hogy azért mellette kell legyen olyan hely is, hogy ott tudjon mozogni az ember. Elég szűkös utcák vannak a városban, ha nézzük. Például a Kistarján úton ugye ott is elég szűk útról beszélünk, és parkolnak. Oda kell figyelni erre, hogy megfelelő helyet biztosítsanak nekünk, hiszen ott maga a Kistarján úton, maga az úttest lesz a felállítási területe a tűzoltóknak, és azt is meg kell kérjem a lakókat, hogy amikor van egy ilyen esemény, ott a tűzoltóautó akár fél órát vagy több órát is ott tartózkodhat az miatt, hogy végre kell hajtsa a tűzoltási feladatait, hogy ilyenkor a lakosságtól elnézést kérünk, de megakadályozzuk őket a közlekedésben, nem tudunk mit csinálni, el kell végezzük a feladatunkat. De hogy... sok esetben életeket mentetek, tehát így nem van, így van. Jó kedvetekből álltok ott. Nem azért zárjuk le az utat, hogy ne tudjanak közlekedni rajta az emberek, hanem azért, mert szükségünk van arra a területre, és hogy ott ne legyen olyan forgalom, akár a gyalogos forgalmat is megakadályozzuk, mert esetleg veszélyt jelenthet az emeletes épület tűznél, hogy lehulló ablak, üveg, cserepek esnek ki a hőhatására, ugye szétdurran az üveg, hogy nehogy valaki megsérüljön. Úgyhogy általában mindig a tűzoltás vezető mérlegel arról, hogy zárt területté nyilvánítja a káresetnek a területét. Ez azért van, hogy egyszer a tűzoltóknak a beavatkozását biztosítsa ezzel, hogy ott megfelelően tudjanak dolgozni, illetve illetéktelen személyek ne menjenek be, vagyis ne kerüljenek veszélyes körülmények közé. És a tűzcsapokat is érdemes szabadon hagyni, ugye arra sem szabad nagyon közel ráparkolgatni. Hát igen, kétfajta tűzcsapról beszéltünk, ugye föld alatti és a föld feletti tűzcsapok. Hát a föld feletti tűzcsapot azt mindenki látja. Az olyan szép, általában egy méter magas, piros, van rajta két lárdozás két oldalán. Ott célszerű hagyni szintén legalább egy olyan másfél méter sugarú kört a tűzcsap környékén, hogy megfelelően hozzáférjenek a kollégák. A föld alatti tűzcsap már kicsit más, hiszen az akár a járdába, de az úttestbe is lehet beépítve. Ott arról átlag emberek nem is nagyon tudnak esetleg, hogy ott egy föld alatti tűzcsapon. Ugye előírások, hogy táblával meg kell jelölni, ez könnyíti nekünk is a megtalálását, de van tűzcsap regiszterünk, katalógusunk, ahol tudjuk, hogy az utcánál, hol, melyik házszámnál található ilyen tűzcsap. Viszont, mint mondtam, nem igazán látható, és majd a téli időjárás lesz még a probléma, amikor ugye hó is esik, és eltakarja ezeket a föld alatti tűzcsapokat, és oda ráparkolnak, mert nem nézik azt, hogy ott van a tábla, ami jelzi, hogy itt egy föld alatti tűzcsap található. Úgyhogy, ha van rá lehetőség, akkor tűzcsap közelébe ne, föld alatti tűzcsapra pedig egyáltalán ne parkoljanak rá, mert azzal szintén akadályozzák a tűzoltóink munkáját. Az emeletes épületeknél ugye beszéltünk a felállítási területéről a tűzoltóautóknak, de az is nagyon fontos, hogy a lépcsőházakban, folyosókon történő tárolásnál is tartsuk be azokat a szabályokat, amik erre vonatkoznak, hiszen ott a tűzoltók, amikor mennek be, nem normál körülmények között mennek be. Esetleg már ugye füsteltelítődve van a lépcsőház. És ilyenkor, akik jönnének ki az épületből és menekülnének, ebben a helyzetben egy pánik hangulat alakul ki az emberben. Ő sem fogja
úgy tudni azt, hogy na most akkor itt egy kis szekrény volt elhelyezve a folyosón, itt egy virágárvány van, ez egyáltalán nem lesz a fejében, hanem csak az van, hogy menekülni kifelé, és ezek akadályozni fogják őket a menekülésben. Illetve a tűzoltói meg eleve nem ismerik az adott helyszínt, és amikor mennek be egy ilyen füsteltelített lépcsőházba, akkor pedig ők nem számítanak arra, hogy most ott bútorok vannak elhelyezve. És nagyon fontos az is, hogy a lakás felújításoknál, amikor valaki csináltatja a lakását, festés, és a többi, akkor sem szabad elhelyezni a folyosón a lakásból kihozott bútorokat, mert szintén eleve tűzveszélyt jelentenek, illetve akadályozzák a mentést, menekülést, a tűzoltóknak pedig a behatolását. Hiszen leszűkíti tulajdonképpen a teret. Így van. És ugyanígy például az emeletes épületeknél a folyosók végén levő nyitható ablakok is, azok se legyenek eltorlaszolva, hiszen ott is szükség van arra, hogy a tűzoltó akár ott a tömlőt ott fogja fölhúzni, amivel a tűzoltást meg fogják kezdeni, vagy pedig ugye a szellőztetésnek a végrehajtásához nyitják ki az ablakot. Ott is el vannak mindenféle fajta növények, virágok, egyéb dolgok helyezve, ezzel ezt akadályozzák, meg nehezítik ezeket a feladatokat, úgyhogy kérném a lakosságot, hogy ezeket a szabályokat is tartsák be, hogy a lépcsőházakban, folyosókon ne helyezzenek el éghető anyagot, virágokat, semmit, ami, vagy nem éghető anyagot is, mert az is akadályozza ugye a közlekedést. És most már ugye közeleg az advent időszaka, még ehhez kapcsolódóan szeretnék egy kérdést neked feltenni. Ugye nagyon sokan ilyenkor földíszítjük a lakásunkat különféle fényfüzérekkel is. Ezek mennyire veszélyesek? Hát, mint minden elektromos berendezésben, benne van a lehetőség az, hogy záratos lesz, és tüzet fog okozni, kigyullad az adott fényfüzér, vagy kigyullad egy tévékészülék, vagy bármilyen elektromos berendezésről beszélünk. Amire figyelni célszerű, hogy olyan eszközöket vásároljunk, amik megfelelő kereskedelmi forgalomban vannak, ne kéz alól vegyünk, számla nélkül, bizonylatok nélkül egyéb dolgokat, hanem olyat, ami engedélyezett termék. Ugye ezeket rendszeresen vizsgálják, ezeket a termékeket, hogy megfelelő állapotúak, be vannak vizsgálva, forgalomba hozhatóak. Ezek már egy bizonyos szintű szavatosságot adnak nekünk arra, hogy nem fog tűz keletkezni, de soha semmi sem biztos, mindig benne van a lehetőség, hogy tüzet okoz, akár egy telefon töltő is okozhat tüzet, úgyhogy nincs is a telefonhoz csatlakoztatva, hanem maga a töltő egysége fog kigyulladni, hiszen ott is 220-ról veszi az áramot, de utána, amit a telefon felé továbboda, az ugye egy jóval kisebb feszültség. Ott egy elektromos berendezésről beszélünk, szintén okozhat zárlatot és kigyulladhat. Illetve nagyon fontos, hogy elterjedt dolog volt az is, hogy kevés fali konnektor van kiépítve a házban, és akkor hosszabbító, és akkor hosszabbítóból még egy hosszabbító, még egy hosszabbító, és nagyon sok minden bedugva egy-egy hosszabbítóhoz, több elektromos berendezés is. Ezeknek a egyszerre történő használata az ugye megnövekedett áramerősséget fog jelenteni, és ez miatt lehet, hogy nem bírja el az adott hosszabbító sem azt a energiafelvételt, amit a fogyasztók generálnak, és ez miatt fog kigyulladni. Úgyhogy próbáljunk meg odafigyelni ezekre a dolgokra. Régi építésű házaknál, hát ma már annyi minden elektromos berendezést használunk, hogy szükséges az, hogy szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy mit bír el az épületnek, vagy a lakásnak az energiarendszere. Tibor, nagyon szépen köszönjük neked ezt a sok-sok hasznos tanácsot. Ezeknek már, ha csak a felét betartják a hallgatók, már akkor is nagyon sokat tehetünk a lakástüzek megelőzése érdekében. Még egy dolgot szeretnék kiemelni, az a téli időjárás, ami most fog következni. Itt pedig a közlekedésnél nagyon fontos az, hogy megfelelő felkészültséggel vágjunk neki az útnak. Ez azt jelenti, hogy a gépjárművet célszerű feltankolni, hogyha hosszabb útra indulunk, meg egy nagyon havas időjárásban is, hiszen akár el is akadhatunk útközben, voltak erre például ugye 2013 volt ez a ominózus időszak, illetve legyen nálunk megfelelő tartalékruházat. Ha úgy van csomagtartóban, legyen betéve pár üveg ásványvíz, az mindig jól jön, akár fogyasztásra, akár hogyha valami egyéb baj van, plusz takaró, hólapátot is mondják, hogy az is jó, hogyha van az autóban, és ami legfontosabb, hogy aki csak megteheti, az téli gumit használjon. A normál nyári autógumik nem alkalmasak arra, hogy télen közlekedjünk vele, és ez nem azért van, mert hogy a bordázata esetleg nem olyan erős, mint egy téli gumi, hanem teljesen más a guminak az összetétele. És ugye szokták mondani, ezt ne felejtsük el, hogy plusz 7 fok alatt
már célszerű a téli gumit használni, mert a nyári gumi az meg fog keményedni. Plusz 7 fok alatt keményebb lesz, ezért nem fog olyan jól tapadni. És ezáltal mind a fékút jelentősen megnövekedik, mind pedig egy élesebb kanyarban a stabilitását veszti el az autó, és meg fog csúszni. Akár a hátulja, akár az egész autó, és leesik az útról, és összetörik magukat. Úgyhogy nagyon fontos, hogy figyeljünk oda. Illetve ami a legfontosabb, hogy a gépkocsi vezetőknek is fejben kell egy úgynevezett téli átállás. Hiszen már teljesen máshogy kell most közlekedjünk, mint nyáron. Nedvesek az utak, most ugye a falevelek hullanak le, ez a reggeli közlekedés ezen a nyálkás úton nagyon-nagyon veszélyes, ez az egyik legrosszabb. Hiszen ez olyan alamuszi dolog, még amikor leesik egy 15-20 centis hó, vagy ónos eső, akkor mindenki tisztában azzal, hogy na most biztos, hogy nehéz lesz a közlekedés, csúszós út lesz. De ezek az átmeneti időszakok az igazán nagyon veszélyesek. Készítsük fel magunkat, készítsük fel autóinkat a téli időjárásra, illetve úgy van, hogy a lakásunkat is készítsük fel, hogy ne okozzon a megnövekedett energiafelhasználás, illetve a fűtő berendezések használata tűzveszélyt. Angyal Tibor tűzoltó alezredesnek nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok hasznos tanácsot, hallgatóinknak pedig tényleg javasoljuk, hogy mindenképpen fogadják meg saját maguk érdekében mindezeket. Köszönöm szépen! Szíves.